Dicsértessék a Jézus Krisztus! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz. Jaj nektek farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni. Jaj nektek, farizeusok! Szeretitek a főhelyeket a zsinagógában és a köszöntéseket a nyilvános tereken. Jaj nektek, Olyanok vagytok, mint azok a sírok, amelyeket kívülről nem lehet észrevenni. Az emberek fölöttük járnak, anélkül, hogy tudnák. Erre egy törvénytudó méltatlankodni kezdett. Mester, ha ilyeneket mondasz, minket is gyalázol. Ő azonban így folytatta, jaj, nektek is törvénytudók, elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, ti magatok azonban még egy újjal sem segítetek azokat a terheket hordozni. Kedves tévénézők, mindannyian ismerjük Szent Pál Apostolnak az úgynevezett szeretet himnuszát jó olvasni, főleg esküvőkön hallani az apostolnak ezen szavait. Szeretjük ezeket a szavakat, szeretjük ezt a szentírási szakaszt, mert megmelengeti szívünket. Jó arról olvasni, jó arról hallani, hogy a külsőségek semmit nem érnek, ha nincsen bennünk szeretet. Az előfelolvasott evangéliumi szakaszban perikópában pedig azt hallottuk, hogy miként fogalmazza meg ezt a gondolatot Jézus egyik beszédében. Fogadjuk ezt úgy, mint amelyben ő akar tanítani a különb útra, az Isten és az ember szeretet útjára. Így talán helyesen fogjuk érteni majd mind a két szentírási szakaszt, amit most így talán merészen. Egymás mellé helyezek a szeretet himnuszát, és Jézusnak ezen farizeusokat, írástudókat, szapuló szavait, jaj kiáltásait. Nem rettenünk akkor meg, ha Jézus jaj szavait halljuk, és nem tekintjük csöpögősen, érzelgősnek sem a szeretet himnuszát, mert Isten mind a kettőn keresztül. Az életünket akarja megújítani, mind a két igén keresztül azt akarja elérni, hogy az életünk hamis vallásossága, a szívünk hamis biztonság érzete megszűnjön. Jézus a szavaival azt akarja elérni bennünk, hogy ne a cselekedeteinkhez és a szokásainkhoz kötődjünk, ne azokra hagyatkozzunk, hanem egyedül őre jár megdöbbentenek bennünket Jézus előbb felolvasott szavai, mert valójában egy komolyan vallásos rételget ostorozott ezekkel a szavakkal, ráadásul talán egy kicsit nem is viselkedett helyesen, hiszen egy vendégségben volt vendégasztalnál, és a vendég látóját és az ő körét szídja, a buzgó tóra talulmányozókat szidja, a lelkes adakozókat, az ősök hagyományait, ápolókat, az emlékműveket, állítókat és a törvény alapos betartóit. Milyen szép erényeknek tartjuk mi is ezeket, de így is mondhatnám, Jézus azokat ostorozza, akik üres szívvel élnek. Meg kell látnunk, hogy ezekben a szavakban, bár kemény szavak, de ott van a féltő aggódás, ott van a féltő szeretet. Nem azért jegyezték le az evangélisták ezeket a megdöbbentő erejű szavakat, hogy mi most a farizeusok és az írás tudók felett ítélkezzünk, vagy bűneik felett szörnyülködjünk, hanem azért, hogy mi is újra és újra önvizsgálatra induljunk, vajon nem lettünk-e olyanokká, mint akiknek az élete felszíne rendet mutat, a szívből azonban hiányzik valami. Mert Jézus Krisztus éppen azért jött, hogy a különb utat, a szeretet útját bejárja, és megmutassa számunkra is, csak ezen az úton járva lehetünk emberekké. És ha, ha valamiben, akkor ebben van hiány. Hiányzik a szívőszintesége, hiányzik a szeretet melege, hiányzik a lélek a közösségekből, hiányzik az együttérzés és hiányzik a tűrés, hiányzik a megbocsátás és az alázat, hiányzik a szolgálat és a békesség. De Jézus Krisztus éppen azért jött, hogy hiányainkat pótolja és a szívünkben lévő űrt betöltse és számára sohasem az volt az izgalmas, hogy mit szólnak az emberek, és mi az elvárás az ősök szokása szerint. Számára az volt a fontos, hogy miként tudja megmutatni azt a sebzett szívűeknek, vagy a bűnben vergődőknek, hogy Isten szeret, és az Isten szeretete soha nem múlik el. Számára az volt a fontos, hogy a kiüresedett életűeknek új értelmet adjon, a reményteleneknek új útat mutasson. Számára az volt a fontos, hogy megmutassa, hogy az Isten nem lehet becsapni, és az Isten előtt nem lehet színészkedni. Az volt a fontos, hogy megtanítson bennünket arra, hogy az Istennel való kapcsolatunkat a teljes bizalommal éljük meg. Halljuk meg, hát Jézus jaj szavaiból azt a féltő szeretetet, amellyel minket akar formálni. Ahogy a Jelenések könyvének egyik levele is így mutat rá a keresztények ellentmondásos helyzetére, az a nevet, hogy élsz, közben halott vagy. És ez a mondat mutatja meg nekünk, hogy nem csak a farizeusok estek abba a hibába, hogy a törvény tudóiként mutatták be magukat, de éppen a törvény irgalmasságra hívó parancsát nem tartották meg, és nem hallották meg. Jaj nekünk, ha az Isten törvényét ítélkezésre használjuk, és nem arra, hogy embertársainkon segítsünk, ne essünk abba a hibába, mint az írás tudók, hogy az élet apró részleteit túl hangsúlyozva szemet húnyunk a nagyobb bűnök felett, és mi magunk is azokban élünk. Jaj nekünk, ha a szűnyogot kiszűrve, a tevét lenyelve, a jelentéktelen dolgokon rágódva, és a lényeges nagy dolgokat semmibe véve éljük az életünket. Halljuk meg hát Jézus jaj azt a féltő szeretetet, amelyel minket akar formálni. Ahogy a jelenések könyvének egyik levele is így mutat rá a keresztények ellentmondásos helyzetére, az a neved, hogy élsz, közben halott vagy, és ez a mondat mutatja meg nekünk, hogy nem csak a farizeusok estek abba a hibába, hogy a törvény tudóiként mutatták be magukat, de éppen a törvény irgalmasságra hívó parancsát nem hallották meg. Jaj nekünk, ha az Isten törvényét ítélkezésre használjuk, és nem arra, hogy embertársainkon segítsünk ne essünk abba a hibába, mint az írás tudók, hogy az élet apró részleteit túl hangsúlyozva szemet húnyunk a nagyobb bűnök felett, és mi magunk is azokban élünk. Jaj nekünk, ha a szúnyogot kiszűrve, a tevét lenyelve, a jelentéktelen dolgokon rágódva, és a lényeges nagy dolgokat semmibe véve éljük az életünket ne essünk abba a bűnbe, mint a farizeusok, akik kifelé azt mutatták, hogy az életükre a tisztaság jellemző, és belül pedig, mint a sírokban, a zenyészet és a rothadás uralkodott. Jaj nekünk, ha az életünk külső megnyilvánulásaira úgy figyelünk, hogy véletlenül se tudjanak belénkötni, de belül a szívünk érzései és a lelkünk érzéketlensége rohaszt és fertőz. Ne essünk abba a bűnbe, mint a farizeusok, hogy az ősök emlékét őrizve, nekik emlékműveket állítva, ugyanazzal az irgalmatlansággal üldözték az igazságért küzdőket, vagy a hibáikra rámutatókat. Jaj nekünk, ha nem tanulunk ebből, és a saját érdekkörünket védve nem változunk, s nem tanulunk, az elmúlt korok hibáiból, mert ha szeretet nincs bennünk, akkor mit ér a külső rendezettség? A világnak nem keresztény díszletekre van szüksége, hanem keresztényekre. A világnak és a környezetünknek elege van az imitátorokból, és ezért lett a kereszténység az utálat vagy a közöny áldozatává és ahogy Jézus megszólít, és ahogy a szeretet himnusza megérint, úgy kell rádöbbennünk arra, hogy Jézus volt az, akinek az életében soha nem volt jelen ez a megtévesztő, megjátszó kettőség, és ezért csak tőle tanulva, és vele közösségben élve formálódhat az életünk olyanná, amilyennek lennie kellene formáljon hát bennünket az a szeretet, amelyet ő hozott közénk. Dicsőség az atyának, a fiúnak és a szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.